Hiába van hatályban november eleje óta a kötelező maszkviselés a közterületeken és a busz, valamint a vasúti pályaudvarokon. Szekszárdon jól láthatóan vannak, akik mégsem vagy nem megfelelően hordják a szájat és orrot eltakaró védőeszközt. Pedig a Volánbusz ZRT szóvivője azt mondja, a pályaudvarokon a biztonsági őröknek rendszeresen ellenőrizniük kellene a maszkviselésre vonatkozó előírások betartását. November 11-től kötelező ugye már az autóbusz állomásokon is az, hogy viseljünk maszkokat. Korábban már a buszokon, illetve az zárt utasforgalmi helységekben is eleget kellett tenni ennek a kötelezettségnek. Ezt egyébként a jegy- és bérlet ellenőrzést végző partnerek folyamatosan naponta ellenőrzik. Szekszárdon viszont a biztonságőr jelenléte ellenére is sokan mégis maszk nélkül várnak a buszokra. Ennek ellenére a renitensek szigorúbb ellenőrzéséhez a Volánbusz kommunikációs szakember szerint nincs szükségük új munkatársakra. A feladatot a mostani állománnyal is el tudják látni. Kevesebb az utas jelenleg mind a vonatokon, mint pedig a buszokon. Tehát jelenleg az ellenőrzésekhez szükséges személyi feltételek fennállnak, emiatt nem kell plusz munkaerőt felvenni. A maszkviselési szabályok bevezetése óta összesen 28 esetben szabtak ki bírságot országszerte, és közel 1700 utast kellett szóban figyelmeztetni. Rendőri intézkedése azonban eddig mindössze két alkalommal volt szükség.